60. születésnapját ünnepli a Szép Hő ZRT. Ezen alkalomból különleges programsorozattal vertek a lakosságot, az üzleti partnereket és a városvezetést. Természetesen az ünnepi pillanatokat mi is megörökítettük, most megmutatjuk Önöknek. A távhőszolgáltatást biztosító vállalat elődje 1949-ben alakult. Kezdetben a város területén lévő bérlakások kezelését, majd az 1960-as évek elejétől a hőszolgáltatás feladatát is ellátta, mely tevékenység az 1970-es években a nagyarányú paneles építkezések következtében indult komoly fejlődésnek. A Szép Hő mára egy innovatív, a távhőszolgáltatáson felül egyéb társasházakhoz kapcsolódó tevékenységekkel is foglalkozó vállalattá nőtte ki magát. A 70 éves jubileumot mindenképpen úgy szerettük volna megünnepelni, úgy szerettük volna programokat összeállítani, hogy azok minél szélesebb kört megszólítsanak. Ennek egy része volt az, hogy akinek kedve volt, aki úgy érezte, hogy szívesen megnézni egyrészt a múltat, a királysori telephelyünket, illetve a Bakony utcában már az új modern technikát, annak lehetőséget biztosítsunk. Nagyon népszerű volt, pillanatok alatt elfogytak a helyek, és nagyon nagy érdeklődésre tartott számot, tehát azt láttuk, hogy a résztvevők is kérdeznek, érdeklődnek, és hát megnézték azt, hogy honnan jöttünk és hová tartunk. Egy kicsit legyen kedves nekem jellemezni a két telephelyet, a múltat és a jelent. A királysori telephelyünk az, ami már az 1900-as évek elején indult, mint villanygyár, és az ott lévő technológia, ami a múltat idézi. Tehát az ott lévő kazánok, turbina, az mind-mind a múltból való 60-as, 70-es, 80-as években kerültek oda, és most van folyamatban az a projekt, hogy ezt a kapacitást, ami a királysoron létezik, ezt folyamatosan kitelepítsük a város több pontjára, egy decentralizált fűtési rendszert hozzunk létre, és ennek eredményeképpen a Bakony utcában, a Tóvárosi lakónegyedben, Szedreskerten új és új kazánokat telepítünk, hogy ott a hőkapacitást ki tudjuk építeni, amivel a várost el tudjuk látni. A Szép Hő nem csak a hőszolgáltatás területén környezettudatos, a Jávorottó téren elültetett fa is azt szimbolizálja, hogy a vállalat számára fontos küldetés a várost és annak lakosait szolgálni, fejlesztései során pedig ezt tartják szem előtt. A faültetés azért volt számunkra fontos, mert két dolgot szerettünk volna mindenképpen megjeleníteni. Egyrészt az, hogy ami az idei évi szlogenünk is, hogy 70 éve a város szolgálatában, hogy igenis szolgáljuk a várost, igenis azzal, hogy egy fát ültetünk, ezzel is szeretnénk szebbé tenni a környezetünket, és megmutatni, hogy a Szép Hő szolgálata nem csak a távhőszolgáltatásban merül ki. A másik pedig az, hogy környezettudatosan próbálunk hőt szolgáltatni, környezettudatosan próbáljuk előállítani ezt, illetve összességében a munkatársaink és a környezetvédelem jegyében próbálnak a mindennapokat megélni, tenni, szelektíven gyűjtjük például a hulladékot, és hát a környezetvédelmet, a környezettudatosságunkat is szerettük volna kifejezni ezzel a faültetéssel. Az, aki a Szép Hő történelmére is kíváncsi volt, a Városházán megrendezett bemutatón kaphatott választ a kérdéseire. A cég történetéről szóló visszatekintéssel, valamint jelenéről és jövőjéről szóló előadással emlékeztek a székesfehérvári vállalat megalapításának 70. évfordulójára. 1949 a Szép Hő elődjének a megalapítása az egy rendelettel történt. Azért, mert az államosítások során volt egy olyan terület, ami ellátatlan volt, és ez itt Fehérváron nagyon fontosnak látszott, az is volt, hiszen a városnak előbb a 30-as években voltak saját bérházai, és 1943-ban elkezdték a gőztávvezetéket is építeni. Az egy más kérdés, hogy nem épült meg a II. Világháború miatt, hanem félbe maradt, és majd 1948-ban nyitották meg ezt a távvezetéket, de volt két olyan feladat, a fűtés távhővel, illetve hulladékhővel, és a bérházaknak a kezelése, ami miatt létre kellett hozni egy új céget. Ez az új cég volt az IKV, a Szép Hő elő, de, és hozzá újabb és újabb feladatok jöttek, hiszen nagyon sokszínű ez a 70 év, nagyon sokszínű új feladatokat hozott a Szép Hő életében és mindannyiunk életében is, tehát a hatalmas lakótelepeknek az építésével természetesen együtt járta azoknak az ellátása, sok minden szempontból, és ezzel együtt járt a távhővezetéknek, majd később aztán a központi antenna vezetéknek a kiépítése is, amivel hát ugye a Szép Hő máig is foglalkozik. Nagyon fontos ennek az egész gondolatkörnek a
középpontjában egy olyan vállalat, ami ehhez az erőt sugározza, az energiát sugározza, az erőmű, tehát ennek a történetéről is kell egy kicsit beszélni, amiatt jóval előbb volt, mint ahogy a szép hő megalakult volna. Azt a tanulságot látom, és ezt a 1930-as években legsikeresebb városvezetők többen voltak, Csitári Emil nevét jól ismerjük, de már előde Zavaros Aladár is azt látta, hogy egy városnak az előnyt jelent, ha a saját kezelésében vannak a szolgáltatások és a közművek általában. És ezért aztán Zavaros Aladár 1920 táján elkezdte szervezni a közművállalatot, ami aztán az 1930-as években teljesült ki sok-sok új beruházással, és ez a vállalat, ez nagyon érdekes módon, úgy volt megcsinálva, hogy így legyen, nyereséget termelt. A nyereségnek pedig a város volt a felhasználója, mint az összes üzem tulajdonosa. Ebből fejlesztéseket lehetett megvalósítani, és meg lehetett valósítani nagyon látványos új dolgokat, például egy színes díszkivilágítást. Csodájára jártak akkor Fehérvárra, Tündér városnak nevezték el, Tündér királynőként emlegették Fehérvárt, mert hiszen egy színes díszkivilágítással emelték ki az új szobrokat, a felújított épületeket, a templomokat, tehát ez egy különös élmény volt a Csitári korszakban Fehérváron. Két dolgot feltétlenül figyelembe kell venni akkor, amikor egy város ellátásáról van szó, vagy város fejlődéséről, átalakulásáról. Az egyik az, hogy milyen városfejlesztési tervek vannak. Ugye nem úgy történik, hogy péntekről szombatra valaki felébred, és azt mondja, hogy én másképp csinálom, hiszen vannak 1937 óta törvénybe iktatva városfejlesztési tervek. Az első ilyen tervet 1940-ben készítették Fehérvár fejlesztésére, aztán 52-ben, és aztán minden évtizedben ennek a felülvizsgálata. Az meghatározta azt, hogy a város merre, milyen módon terjed, hogyan épül, mit bontunk, mit építünk. Ugye ettől nem lehet elvonatkoztatni. A másik az egy technikai lehetőség tulajdonképpen, hogy mikor mit lehet megvalósítani. Ugye beszéltem itt egy pár szót már az energiaellátásról. Ugye például eljön az idő, amikor leglogikusabb lenne nem szénnel, nem pakurával, nem olajjal fűteni ezt az erőművet, hanem például földgázzal. De csak egy vezetéken jön Fehérvárra a földgáz akkor, és hát ez az erőmű úgy leterhelné, hogy nem jutna másra. Tehát még mindig olajjal, egyre dráguló olajjal kell fűteni ezt az erőművet, és majd aztán, mikor a második kör megvalósul, akkor lehet rácsatlakozni az energia fejlesztés szempontjából a földgázra. Tehát az energia az egy stratégiai ágazat. Ez így volt az 1900-as évek elején is, amikor a közvilágításról volt szó, és így van ma is, amikor ipartelepítésről van szó. Ebben a korszakban, amiről itt most mi hirtelen beszélni fogunk, két nagy ipartelepítési korszakot látunk, mind a kettő nagyon lényeges Fehérvár vonatkozásában is, meg a magyar történelem vonatkozásában is. Az egyik a 30-as évek, amikor nemzeti fővárosból egyszer csak gazdaságilag fontos dolog lesz. Minden nagy híressé vált, később majd a 20. század második felében híressé váló üzemünknek az előde itt keresendő. Itt van az Ikarusz előde, a repülőgép motorgyár. Itt van a Gyutacs vadásztörténgyutasgyár, a Videoton előde. Itt van az alumínium művek, ugye a köfém előde. Itt van a szím előde, motorkerékpárgyár. Tehát olyan dolgokat hoztam most itt elő, amelyek később, a második világháború után és a pusztítások után újból nagyon lényegesek lesznek. A 70. évforduló alkalmából szervezett díszvacsorára a város és a városi cégek vezetői, valamint az üzleti partnerek kaptak meghívást. A polgármester ünnepi beszédében kiemelte,
A vállalat a város számára kiemelten fontos alapszolgáltatásokat lát el. 70 év az már egy nagyon szép évforduló, úgyhogy Isten értesse a szép hőt mindenkit, aki korábban, vagy éppen most a szép hőként korábban az IKV-ban dolgozott. Én azt hiszem, hogy ez mindig is mióta létezik, nagyon fontos alapszolgáltatásokat látott el, és ha valaki belegondol ennek a 70 évnek a történetébe, akkor jól látja, hogy ez a modern értelembe véve a városiasodásnak az időszakára esik. Azaz nem lett volna lehetséges az, hogy a város lakosság számát egyébként, nyilván gyorsan gyarapodott követő lakásszámot, intézményrendszert, egy ilyen szolgáltató rendszer nem épül föl, nem lett volna lehetséges kiépíteni és működtetni. Tehát gyakorlatilag az IKV és aztán később a szép hő az olyan alapvető szolgáltatásokat lát el, elég csak akár a melegvízszolgáltatásra, akár pedig a fűtésre gondolni, ami egyszerűen alapvető feltétele volt annak, hogy ezek a sűrű városrészek működni tudjanak a mindennapokba. Tette ezt, azt gondolom, a szép hő mindig elhivatottan, nagy szakmai alázattal, kiváló szakemberekkel, szakmai gárdával. Öröm volt a ma dolgozóit köszönteni pár nappal ezelőtt egy gyűlésen, és most öröm a partnereknek megköszönni, hogy segítették a szép hő munkáját, de itt is elmondani, hogy a szép hő viszont a város számára kiemelkedően fontos alapszolgáltatásokat lát el. Én egy valami mellett biztos, hogy szeretném, hogy a továbbra is hitet tenne a város, hogy egy ilyen alapvető közszolgáltatásokat végző cég az igenis közösségi tulajdonban kell, hogy legyen. Ez jelentsen állami vagy önkormányzati tulajdont, de mindenképpen a szolgáltatás biztonsága, minősége és ennek garantálása az akkor érhető el, hogyha ez közösségi tulajdonban van, jelesül az önkormányzat tulajdonában. Ugye volt nem is olyan régen olyan időszak, amikor a fűtőerőmű rész legalábbis részben privatizált volt. Én azt gondolom, hogy ott jól bebizonyosodott az, hogy ez nem helyes út. Itt ilyen alapvető szolgáltatásoknak igenis a város, vagy esetleg az állam, de azért inkább a város tulajdonában kell, hogy legyen, mert egyszerűen így tudjuk garantálni a szolgáltatás biztonságát és minőségét egyaránt. Úgy gondolom, a szép hő képes megújulni, képes az időarányos fejlesztéseket, a legkorszerűbb technológiákat megépíteni, kialakítani. A 70. születésnap évében is nagyon fontos fejlesztések zajlanak, hiszen zajlik a kiköltözése az erőműnek a gázutcából, ami körülbelül 2-3 év múlva be is fog fejeződni. A megújult vadonatúj erőmű részek korszerűek, környezettudatosak, mellette nagyon hatékonyak, és azt gondolom, hogy hatékonyan működtethetők is, nem elfelejtve, hogyha mondjuk pedig a központi fűtésből indulunk ki, akkor én nem tudok elképzelni környezetkímélőbb fűtési rendszert annál, mint hogy pár helyről ellátunk több ezer, vagy éppen ebben az esetben több mint 20 000 háztartást közületekkel, intézményekkel együtt. Úgyhogy mit is mondhatnánk a 70. születésnapon? Isten értesse a szép hőt, valamennyi volt és jelenlegi munkavállalóját. És még csak egy kérdésem lenne, hogyha már a megújulásnál tartunk, illetve annál, hogy ugye a szép az önkormányzathoz tartozik, hogy nekünk a gyárbejáráson említették is azt, hogy itt ugye több dolog is még folyamatosan, tehát az elkövetkezendő 1,5 évben meg fog újulni. Hogyan járul ehhez hozzá a városunk? Most úgy néz ki egyébként, hogy a támogatási struktúrának köszönhetően, pályázatoknak köszönhetően, alapvetően ezeknek egy jelentős részét tudja a szép hő maga finanszírozni. Részben hozott az önkormányzat olyan döntéseket, amivel segítette ezeknek a megvalósulását, de a szép hő saját szakmai és anyagi bázisára támaszkodva valósítja meg most ezeket a beruházásokat. Ez igaz azokra a csőhálózat bővítésére, megújítására vonatkozó beruházásokra is, amit ezt gondolom nagyon sok látnak a város különböző pontjain, de igaz azokra a nagy erőmű fejlesztésekre is, amelyek elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy mind a gazdasági, mind a környezetvédelmi célokat el tudjuk érni, és hogyha tág értelembe vett belvárosból ugyan, de mégiscsak ki tud az erőmű külső telephelyekre költözni, például a Bakony utcába, vagy adott esetben bízunk benne, hogy hamarosan már a kórház környékére is, hiszen azt is szeretnénk a távhőszolgáltatásba bekötni. Köszönjük, hogy velünk tartottak, és azt is, hogy együtt ünnepeltek, emlékeztek velünk. További szép estét, viszontlátásra!